itt inkább 4-1 vagy 4-4-2 játszottunk Debrecenbe, kint Izraelbe egy 3-5-2, 3-4-3 a felállásunk, de igazából ott is játszottunk már 4-1-4-1-be, ez attól függ, hogy milyen csapaton játszunk. De az mindenféleképpen hasznomra lesz, hogy egy új felállásba is tudok majd játszani, hogyha netán elkerülök máshová, vagy a válogatott 3-4-3-ba játszik, akkor nyugodtan a szövetségi kapitány számolhat velem, hogy abban a pozícióban is tudok játszani. Meg támadó vénám is van, mert régen csatár voltam, meg középpályás, majd úgy lettem hátvéd. Most örülök neki, hogy megint megmutathatom azt, hogy régebben támadó szellemű játékos voltam. Úgyhogy örülök neki, hogy újra feltűnhetek az ellenfél kapuja előtt, és remélem, hogy minél több gólt fogok rúgni az új csapatomba. Hogy előléphetek első számú bal hátvédként, hát nagyon szeretnék ugye játszani a válogatottba is kezdőként, de azt tudjuk, hogy Kárá Tamás is nagyon jó játékos. Most ketten vagyunk itt bal hátvédek a válogatottnál, most itt erre a két meccsre a felkészülésen. Majd a szövetségi kapitány eldönti azt, hogy ki fog azon a poszton játszani, én mindent megteszek azért, hogy bebizonyítsam, hogy én is tudnék a kezdőcsapatban játszani.